Ahogy ígértem, itt van Szűcs Gabi énekesnő, akivel megpróbálunk beszélgetni a vasárnapi koncertjéről. Azért mondom, hogy megpróbálunk, mert éppen az előbb mondta nekem, hogy eléggé be van rekedve, és hogy esetleg igen. Suttogna. Nem fogok suttogni, de egy kicsit igen, be vagyok. Ugye ez egy abból a szempontból speciális koncert, hogy Amy Winehouse slágereket ír át, tesz át, dolgoz át, én nem tudom, álmodik meg swingben. Igen. Ez nem egy új történetet, ezt a műsort már hallhatták, viszont nem túl gyakran. Miért pont a swing, és miért pont Amy Winehouse? Hát ugye én swing énekesnő vagyok, én ebben a műfajban dolgozom, amióta énekelek, ugye évekig a Cotton Club Singers-szel, és aztán én utána szólóban is. Tehát nekem ez a szerelmem, ez a műfaj. A zenekarommal ezt játszuk, és amikor még tavaly arra ébredtem, arra a gondolatra, hogy kéne csinálni egy ilyen projektet, hogy mi volna, hogyha az ő dalait swingesítenénk, akkor nekem nem is fordult meg a fejembe, hogy pont úgy, ahogy ő énekli. Tehát nem tribútot akartunk csinálni. Az volt a lényeg számomra, hogy átalakítsuk az én stílusom. És azért pont őt, mert egyszerűen imádom ezeket a dalokat. Imádom őt, ahogy énekelt. Nekem nagyon hiányzik, szerintem fájóan hiányzik ebből a zenei életből. Iszonyú jó dalok. És nem utolsó sorban megadta magát a swing stílusra. Tehát működött a dolog, mert igen, szerintem neked csináltunk mennyire próbát. Volt nehéz átra, nehéz volt, de működött. Miért nehéz? Mert ezek alapvetően ilyen a pop és a soul határán mozgó dalok eredetileg, és egészen más a lüktetésük. Olyat kellett kitalálni minden egyes dalra, amit én kiadtam. Igazából Kuszbert Péter csinált a szaxofonosomat, a hangszerelést. Tehát nem én vagyok az a nagyon okos és ügyes, aki kitalált a végső formát, de nehéz volt. Ráadásul én kifejezetten azt kértem, hogy próbáljunk meg csavarni a dolgokon. Tehát, hogyha van egy gyorsabb, tempósabb dal, az nálunk nyugodtan lehet egy ballada. Ha van egy ballada, akkor ezt nyugodtan, ha tartalmilag a szövege elbírja, akkor ezt nyugodtan húzzuk föl egy tempóra. Tehát kezeljük szabadon csak a dalokat úgy, ahogy vannak. Ez az anyag, ez létezik CD-n, meg hát láthatták meg koncerten is a nézők, viszont nagyon ritkán. Ennek mi az oka? Igen. Azért, mert én ezt egy projektnek tartom, amit méltó helyen szeretnék az embereket, tehát nagy helyen szeretnék játszani, méltó körülmények között szeretek hozzá vendégeket hívni. Tavaly ezt az Uránia moziban a Zsidónyári Fesztivál keretén belül tudtam megtenni, idén pedig a Városmajori Szabadtéri Színpadon a Budapesti Nyári Fesztivál. Ezek szerint akkor fogadta be. Sok zenész lesz, meg lehet, hogy igen, sok vendég is. Nagy zenekar van mögöttem ilyenkor, tehát kibővül a saját kis zenekarom is, általában a látványra is nagyon ügyelünk, tehát itt azért előre programozott világítás van, tehát nagyon komolyan fog kinézni, és igen, most sok vendég is van, mert hárman van. Hat éve nem énekelt a Cotton Club Singers-szel. Együtt. Most először. Már hiányoztak? Vagy eljött az ideje? Hat éve kellett eltelni? Egyébként eljött az ideje, így van. Most ez így nagyon jól jött ki, hogy idén lenne 20 éves, ha mi együtt maradunk annak idején, akkor a Cotton Club Singers idén 20 éves volna. És tervezünk is majd, hogy fogunk ezért csinálni Cotton Club Singers jubileumi koncertet is, de most először az én koncertemre ez hívtam a bemelegítés. Annyiban nem, hogy persze éneklünk Cotton Club Singers dalokat is, de az én kérésem az volt, hogy Amy-t dolgozzunk föl együtt. Tehát jazz vokál. Tehát még csavartunk egyet a csavaron, úgyhogy jazz vokál fog egy-két nagy Amy Winehouse slágert énekelni. Kik lesznek még vendégek? Ők. Ennyi? Ők, ennyi. Hát azért elég nagy falat, úgy nekem Kozma Orsi Lászlóbos. Nem is az, hanem tényleg ez így, nem kell több. Ez így komplex, ez így jó. Úgyhogy... Időnként világsztárok is jelentetnek meg egy ilyen swing, vagy swingesített albumot. Ezt mennyire szereti a közönség, hogy hogyan fogadják? Azért csinálják, mert imádják az el. Tehát én, ahogy hallottam, a Ross Stewartról tudom, hogy már a negyediket is kiadta. Hiszem, Robbie Williamsnek is. Robbie Williams meg egész egyszerűen szerelmes a műfajba. Ugye én most voltam a koncertjén, ami egy swing műsor volt. Az új lemeze, az megint egy swing lemez. De pedig Magyarországon nem nagyon lehet hallani, vagy legalábbis nem lehet annyit hallani a stílusról, nem? Hát azért, ugye a Cotton Club Singers után most az elég sokan betöltik az űrt, de mert akár a Group and Swinget mondom, aki nagyon sikeres zenekar, akár tulajdonképpen a Budapest Bár is régi swing dalokat dolgoz fel. Tehát hogy mondjam, én látom, hogy erre
vannak zenekarok nagyon nagy sikerrel, és azért mi is elég sokat játszunk a zenekarommal, tehát ezt szeretik az emberek, az elektroswinget, amit én szintén művelek, azt is imádják. Tehát van erre kereslet, szerintem van egy a világban egy nagyon nagy újra, nem tudom, nosztalgikus hullám ez, vagy én nem tudom mi ez, amit, de mindig visszajön. Tehát ilyen 5-6 évenként mindig kidobja az ipar magából. Ez most egy speciális projekt ugye ebből a szempontból. Igen. Ezen kívül mi történik a szóló karrierrel? Vagy... Hát új állomásokhoz érkezem lassan, mert közben meg új lemezt csinálok, ami meg most egy picit elfordul a swingtől. És az első magyar nyelvű albumomat készítem, az október végén jelenik meg. De addig még mi fesztiválozunk, meg nagy klubkoncerteket adunk, és azért föllelhetőek vagyunk. És arról a lemezről lehet tudni valamit, hogy az mi áll lesz? Már azért igen, kell alakulni a gondolom. Abszolút, de már itt vagyunk a végén. Igen, az első számomra írodott magyar nyelvű saját dalok. És az is a pop határán mozog, de nem popzene, hanem viszont most én megyek át Émi korszakába, ez a 60-as évek. Ilyen retrós dalokat csinálunk. Nagyon nehéz, és nagyon szép, és nagyon izgalmas. Tehát most a sűrűjében vagyunk éppen, és én oda vagyok, érted? De nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen fogadtatása lesz, mert ilyen most nem nagyon van itthon. Hát kíváncsian várjuk, meg kíváncsian várjuk a vasárnap esti koncertet a Város Majorban. Igen, este 8-kor. Igen, és fedés van, ezt ne felejtsük el, mert hogy mindenki kérdezi tőlem a időjárást. Időjárás nem számít ebből a szempontból. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.